Holnap tartják a magyar nyelvi és irodalom érettségit. Középszinten több mint 73 ezeren, emelt szinten pedig mintegy 2000-en vizsgáznak. Idén már az új nemzeti alaptanterv szerint állították össze a feladatlapokat. Van olyan diák, aki még ma is tanult, de van olyan is, aki már inkább csak pihenéssel töltötte a vasárnapot. Betéve tudja már az érettségítételeket ez a szatymazi fiatal. Azt mondta, még az utolsó pillanatban is tanul, hogy ne érje meglepetés a vizsgákon. Próbálom azt, amit én fontosnak gondolok, még átnézni, hogy a rövid távú memóriámba biztos bekerüljön, ami szerintem olyan, hogy benne lehet, és az egyéb dolgokat, ami pedig ilyen nagyon-nagyon fontos, azt pedig próbálom ismételgetni, hogy tényleg megmaradjon. Amíg van, aki a tankönyvei között, mások a természetben próbálnak a lehető legjobban felkészülni fizikailag és lelkileg a vizsgákra. Ez a kecskeméti diák azt mondta, ő az utolsó napon már igyekszik pihenni. Még a szép tájak vannak hátul, nyugalom van, csönd van, jó az idő, kellemes illatok. Engem ez tud lenyugtatni leginkább, meg persze a zenék. 7 nappal látéve tanultak az érettségre az Esztergomi Ferences Gimnázium végzősei is. Tüzetesen átnéztek mindent, ami szerepelhet a magyar írásbelin. Legtöbbjük könyvből és az internetről is igyekszik hozzáolvasni a tételekhez. Én főképpen az online ilyen oktató videókkal, meg online előre elkészített ilyen érettségi feladatokkal készültem a legtöbbet. Amitől a legjobban tartok, az talán a matek érettség. Remélem eléggé felkészültem. Igazából próbálkoztunk mindenféle módon, a YouTube oktató videóktól elkezdve az érettség is kidolgozott könyvekig. Ebben az iskolában 2 osztály érettségizik majd. Tanáraik nem aggódnak, azt mondták, a legjobb tudásuk szerint készültek és készítették fel a fiúkat. A fiúknak a készületét idáig is, hát hogy úgy mondjam, láthattuk, segíthettük, sőt, itt az utóbbi időkben inkább az kellett, hogy visszafogjuk őket, hogy most ne tanuljanak már annyit, mert ne fárasszák ki magukat az érettségére. Hétfőtől a kötelező tárgyakkal folytatódnak az írásbelik. Magyarból, matematikából, történelemből és több nyelvből kell majd bizonyítani a végzősöknek. Ezután következik a többi tárgy, majd a szóbelik. Július 3-án fog véget érni, tehát ez egy hosszúnak tekinthető időszak, hiszen bele kell, hogy férjen az összes középszintű érettségi vizsga, az összes emelt szintű. Idén már az új nemzeti alaptanterv szerint érettségizik mindenki. A legtöbbet a magyar írásbeli feladatsor változik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy már nem lesz érvelés és gyakorlati szövegalkotás. Helyette egy irodalmi tesztet kell majd kitölteni, és összehasonlító elemzést sem kell már írni idén. Helyette egy témakifejtő esszét lehet választani. És változnak a matematika, a történelem, sőt a természettudományos tárgyak feladatsorai is. Szakértők szerint azért volt szükség a módosításra, mert a korábbi nemzeti alaptanterv tananyagához a korábbi érettségi már nem volt megfelelő.